Az ipari park 2 beruházás már 2017-ben az előző testület ideje alatt elkezdődött, és ennek során az M4-es gyorsforgalmi útra való közvetlen rácsatlakozást biztosító terület keleti oldalán feltáró út valósult meg. A beruházás keretén belül múlt év június 30-ig még az ivóvízhálózat, szennyvízhálózat és csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésére kellett volna, hogy sor kerüljön. A módosított határidő szerint mindezt 2023. december 31-ig be is kellett volna fejezni. A közműellátásra vonatkozó elemek azonban nem valósultak meg. Mindezek ellenére a múlt év végére a szennyvízelvezetés kiépítésével kapcsolatosan teljesítési igazolás került kiállítás, amelyet a projekt keretében megbízott műszaki ellenőr is igazolt. Az önkormányzat számlájáról a munka kifizetése is megtörtént. A kiállított számla alapján ennek értéke 83 millió 677 650. forint. Mivel a beruházás nem teljesült időre és az elszámolással is gondok vannak, lehetséges, hogy a városnak vissza kell fizetnie a támogatási összeget. Ez 650 millió forint. A mai ülésen hosszas vita zajlott arról, hogyan és honnan teremtse elő ezt az összeget a város. De főként azt a 170 millió forintot, amiből be lehetne fejezni a beruházást. Az eredeti polgármester által jegyzett előterjesztés alapján a csíkos út alapjának kialakítására betervezett összeget használnák fel erre. Ám végül a testület a pénzügyi bizottság javaslatáról szavazott. Vagyis jövő szerdán rendkívüli testületi ülést tartanak arról, hogyan lehet előteremteni a szükséges összeget. A testületi ülésen az is kiderült, a munka jelenleg nem zajlik a területen, hiszen még nincs meg a vízügyi engedély. A hosszú, több mint egy órás vitát megtekintetik vágatlanul YouTube csatornánkon, és ma a híradó után Városháza magazinunkban is.